Mindenkinek jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk tehát Nagy Kalizsán, az Erzsébet téren. Elindult a mosolyturné az üvegstúdiónkkal, a bumerángos üvegstúdióval, és hát picit, hogy is mondjam, a Vokci nagyon jól fogalmazta. Hello, Lajos Vokci. Hello, Vokci. Most mondjam el. Mit, hogy mondtad? Itt a tavasz, a... Tavasz a... És akkor rímelt. Igen. Ja, igen. Igen. Hello, hát jó reggelt. Gyerekek, olyan közepes ítéletidő van, windsurfhez kicsit erős a szél. Igen, szeles, bár nem esik most ebben a pillanatban, de hát ne teszem az utat még. Hideg, igen. Igen. Na, a Forma 1-es aerodinamikai változásokat, mármint azt illetően, hogy ezek miért egyformák ezek az autók, többen is nagyon helyesen megmagyarázták, azt mondja, a Forma 1-ben szabályok határozzák meg ezt is. Bizony. Ennek az a célja, hogy ne kerüljenek egymás szélárnyékába, és közelebb kerülhessenek egymáshoz az előzésnél. Tehát aztán van egy olyan jó, akkor ekkora lehet, és akkor dolgozzatok vele. És akkor 30 centiméter. Az a cél, hogy minél közelebb kerüljenek egymáshoz, akkor vegyék le. Nem? Akkor gokárt, leveszik néha, így verseny közben. Ja igen, egymásnak. Buenos Morgan Istenek, WebTV próbát kérnék, integessetek 1-2-3 múkodj. Kanizsai mosolyhúzóknak welcome drinkes, jó reggelt kíván a Csibés Jani. Jó, hát akkor tessék. 1-2-3. Jó, tessék. Na, azt mondja valaki, ez is egy érdekes SMS. Véletlenül azt mondtam az iskolában, hogy István király fia rákban halt meg. Ez... Lehet. Nincs kizárva. Nincs, persze. Nincs kizárva. Bár én úgy tudom, hogy agytumor volt, de nem érdekel. Ilyenkor versenyfutás van, gyerek. És van egy szép versikénk, 10 éves a bumeráng, vajon mennyi élmény vár még ránk? Szerencsés ki Kanizsai, mert náluk lesz ma Gabcsi Slali. Ha csapat Vogával kiegészül, Nagy Kanizsa kielégül, látszott mókát és kacagást, aminek Csizi műsora szab határt. Zserár, borzalmas vers. Zserár, az utolsó rím az kicsit kívánnivalót. Koncentrálj a kiflikre, öreg, ezt hagyd abba. Igen, igen. Hallasz engem? Persze, hogy hallasz. Bologos, hogyha hallasz engem. Ha nem, hallasz. Akkor látsz. Hallasz. Kacsics, ha látsz. Te például nem akarnál elutazni Londonba? Nem? Isten őriz? A barátja pedig igen. Jó, akkor küldjük a barátját egy másik nővel, nem gondolsz? Így van. Az megoldás? Az meg a bologot, igen. Nagyon. Jó, van, leszakítottuk. Ez is jó. Lehet, hogy nem a barátja. Ja, csak szeretne a barátja lenni. Kivilágosodott ez alatt az idő alatt. És nem is esik az eső, sőt a járda szárad velünk szemben. Egyébként az Erzsébet téren vagyunk. És nagyon gyorsan mondom, hogy most már nincs túl sok hátra, hogy megmondjuk, hogy melyik ember, jelölt, hallgatónk indulhat el, és keressen magának egy utitársat. Mert hogy ma délután indul egy repülőgép Londonba, és hát nagyon szívesen kiküldenénk őket itt spontán módon. Feltétel az, hogy nem szabad ismernie, nem szabad ismernie azt, akit kiválaszt, és rá kell tudni beszélnie a mi riporterünk társaságában arra, hogy utazzon el vele. Aztán majd mi elkérjük a főnökétől, vagy a családjától, teljesen minden. A részletekben segít. Egyre többen ugrottak rá a dologra egyébként. Elindítjuk az első delikvenst a következő fél órában. Párkeresésre? Párkeresésre, vagy társkeresésre, mondhatjuk így is. Itt Nagy Kanizsán elindul egy helyszínre a Gergővel, és rá kell, hogy valakit beszéljen arra, hogy ma, de csak is ma utazzon el vele Londonba 3 napra, ja, egy szobában alszanak. Aj, de jó. Mondani. Jó, de hát az miért? Aj, hát, sok jó ember kis helyen is elfér. Jó sok ember kis helyen is elfér. Vagy jó, sok jó, jó kis ember jó helyen is elfér. Jó kis jó ember. Jó kis ember ám ez. Indulnak Londonba, és ez minden nap így lesz, minden nap elküldünk valakit valahová egy európai nagyvárosba. Ha jól tudom, Gergőt, igen. Gergő. Sziasztok, jó reggelt, hallottok? Kitűnően hallunk, Gergő. Na. Hallak titeket, minden rendben. Megvan a kiválasztott. Úristen. Meg kell mondjam, hogy a névben, tehát rossz ember nem lehet, Novinics Gergelynek hívják az illetőt. Nem az én kezem van a dologban, ő a kiválasztott. Jó reggelt, Gergely. Sziasztok. Szia, Gergely. Do you speak English? Picit English. Na jó, hát az mindegy. Viszont látom, hogy piros melegítőben jöttél. Reggeli sportoló ember vagy, vagy ez lesz a ruhád egész nap? Egész nap ez lesz a ruhám. Tehát ebbe mész Londonba, ha mész? De, hogy is. Azért van más is. Persze, hogy ne. Hova indultál ma reggel? Dolgozni. Mi a munkád? Cukrászüzembe dolgozok. Mint cukrász? Nem. Is. Ha nem? Mindent csinálok. Aha. Tényleg, mindezért ez. Családi állapotod, barátnő, feleség? Barátnőm van. Aha, és ő mit szólna ahhoz, hogy elmenné valaki mással Londonba? Fogalmam sincs. De majd fölírjuk telefonon, vagy valahogy majd megpróbáljuk. Jó. Megpróbálom téged elkérni. A feladatot tudod mi? Tessék? Tudod mi a feladatod? Hallottam róla, igen. Elindulsz Gergővel, és nem is olyan nagyon messze. Nem, ne árjuk el, hogy hova megy.
Mert akkor oda megy valaki, akit ismer. Persze. És akkor érted, átverünk. Jó, akkor nem áruljuk el, hogy hova megy. Egy közeli helyre, Gergő. Közeli helyre. És ott az utcán, vagy nem tudom, hol van ez a közeli hely, keresel magadnak egy szimpatikus hölgy utitársat. Jó? És megpróbálod rábeszélni arra, hogy figyelj, mi is segítünk, ha akarod. Ma indul a repülőgép Londonba, el lehet utazni velem együtt. Három napra. És így van, elsőjén jöttök vissza. Van egy belvárosi szállodában laktok, 3 órás városnéző túra, ez benne van, és a reggeli, és természetesen az út maga, a repülőút. Jó. Szoktál van kedved hozzá, vagy most már nagyon kínos? Dehogy is, mehetek. Igen? Szoktál így hajnalban csajozni, nem figyelj, nem akarsz Londonban jönni, nem figyelj, figyelj. Összeszedem majd magam. Jártál már Londonban? Még sose. A kitketkes csajokat nem ér leszólítani, mert igen, ők dolgoznak. Nem számítanak. Igen, egyenruhások nem számítanak. De ők mennének pedig. Na jó van. Gergő, mind a két Gergő. Itt vagyunk. Induljatok útnak, jó? Mi úgy számoljuk, hogy valamikor 7:30 után fogtok bejelentkezni. Oké. Okay. Mindent szeretnénk hallani adásban, ahogy rábeszéled az illető hölgyet, jó? Szeretnénk hallani adásban, Gergő tartja a mikrofont, ő is majd egy picit próbál segíteni. Ha nagyon kell, mi is segítünk, tehát mi is hallhatóak leszünk ott, ahol éppen vagy, jó? Jó, rendben. Jó, oké. Okay. Ja, főnököttől el kell majd kérni? Megoldjuk, ő küldött ide. Ja, ő küldött ide? De jó fej, főnököttől. Az, hogy 3-szor be kell mondani a cég nevét. És ő is megy ki helyette. Na jó, hajrá, fiúk, induljatok, és akkor nem sokára találkozunk. Okay. Hát fejlemények vannak, mert ugye Gergő az, aki elsőként megpróbálkozhatott azzal, hogy egy utitársat keresen magának spontán módon, és elmentek, ha jól tudom, az autóbuszpályaudvarra, majd mindjárt elmondják, és leszólította Valériát. Valéria azt mondta, hogy igenis, hajlandó ma Gergővel, aki ugye számára teljesen ismeretlen, elutazni Londonba 3 napra, és most itt ülnek velünk a stúdióba Gergő és Valéria. Sziasztok, jó reggel! Sziasztok! Valéria elfelejtette, hogy Olébe van a mikrofon. Nem, baját, nem rutinos ő még mikrofon kérdésben. Ahhoz képest jól tartott. Igen. Vali, te mondd el nekem, hogy te milyen ügyben sétáltál arra, amerre éppen sétáltál, és milyen dumával jött oda hozzá a Gergő? Én nem ott sétáltam, én a vásárcsarnokban dolgozom, és ott szólított meg. Hogy van-e kedvem Londonba menni? Ő csak úgy rád nézett, és azt mondta, hogy szemkontaktus már korábban volt? Nem, nem. Csak úgy. Oda jött, és megkérdezte, hogy van-e kedvem menni Londonba. De nagyon spontán leányzó vagy, már elnézést, aki ilyen hirtelen el tudja dönteni, hogy igen. Nem gondolkodtam ezen. Hanem rávágtad, hogy igen? Igen. Azért, mert szimpatikus, vagy mert szép piros a melegítője, vagy mert hogy London annyira vonz? Nem tudom. Szimpatikus a Gergő? Szimpatikus, igen. Szimpatikus gyerek. Igen. Gergő, hogy szúrtad ki Valit? Hát nagyon nagy keresés. Nagyon sokáig keresgéltünk. Igen, hányan estek ki a rostán, amíg a Vali előkerült? Nem tudom, körülbelül 10. Tehát vissza is utasítottak téged? Mindenki. Mindenki? És Vali volt az, aki belement? Az első, igen. Fú, ez az elég rossz arány. Légy szíved le a fejhallgatót, vagy tedd fel a fejedbe. Tedd fel, mert attól sipol. Igen, attól sipol a mikrofon. Na. Jó, hát azért még látom, eléggé meg vagytok szeppenve. Igen, hát. Egy probléma van, de szerintem ez nem probléma, hogy ugye, amit mondtam már az előbb, hogy egy szobában alszotok, mert az hülyeség lenne két szobában. De ez abszolút baráti, tehát itt... Így van. Persze. És holnap hívunk benneteket. Igen. Mondták, hogy külön ágy van, viszont összetolható, tehát... Nem, külön ágy van, viszont széttolható. Te a vásárcsarnokban mit csinálsz? Én pultos vagyok. Tehát itt adsz embereknek, akik kérnek ilyet? Igen. Ma reggel hány részeget láttál? Még egyet sem? Jó, a főnököd elenged, ugye? Ő itt volt veled. Igen. Ő elenged, de nem biztos, hogy a párod nagyon örül neki, aki új, aki igen, friss. Így van. Jó, akkor hívjuk fel elsőként a Vali párját, a Jenőt. Jenőt. Nekünk tárgyát. Jenő, mióta párod? 1 hete. Ó, ugyan úristen. Már. Hát akkor csak egy vevő volt. Igen. Egy hete, Jenő ott a vevő. De a Jenő jó gyerek? Igen. Szeretjük Jenőt? Igen. Meg akarjuk tartani? Meg szeretném. És nem tudsz, hol ismerted meg Jenőt? A munkahelyemen. Tudtam. De csak teát iszik. Haló? Jenő. Az is van. Haló, szia Jenő, én Bocskor Gábor vagyok, a Bumerángból, a Sláger Rádióból. Én meg a Boros Lajos adásban vagyunk. Szia. Hello. Ne arra, hogy őt zavarunk. Ismersz ugye egy Valéria nevű hölgyet? Igen, ismerek. Csak egyet?
Igen, csak egyet. Így van. Róla van szó. Komoly érzelmi szálak fűznek hozzá, vagy még a kapcsolat kezdetére való tekintettel olyan... Nem nyilatkozol. Az publikus. Persze. Tehát semmi nem. Nem kérjük számon rajtad később. Tudnád-e a valit nélkülözni egyen 3 napra? Nem. Tudod, miről van szó? Igen, sejtem. Mit gondolsz, miről van szó? Megtartom magamnak. Nem akarjuk elvenni tőled. Nem akarjuk elvenni tőled, csak ugye itt mi Nagykanizsán vagyunk jelenleg, és egy játék folyik, amelyben egy kedves hallgatónk, Gergőnek az volt a feladata, ő is egyébként párkapcsolatban él, az volt a feladata, hogy keressen magának egy utitársat Londonba, és ma délután utaznának Londonba. Ő megtalálta Valit, Vali szívesen menne. A kérdésünk az, hogy mennyire aggódsz. Az milyen Valit talált meg? Tessék? Milyen Valit talált meg? De várjál, a te validat. A te validat. Itt van velünk, Vali. Szia. Hello. Nem kapcsoltad be a rádiót? Nem. Hát pedig most adásban vagyunk. De ez az ismerős Vali, ugye, Jenő? Igen. Tehát a lényeg az, hogy Vali ma délután elutaznak Gergővel Londonba. A hozzájárulásoddal. Az én hozzájárulásomban. Igen, mert igen. Egy jó fej vagy, és ő meg akar téged tartani. De hát annyi a dolgot, hogy azt mondta, hogy igen, és letedd a telefon. Hát nem hiszem, hogy elutazna. Mert hogy... Hát, Vali, légy szíves, nyilatkozzál akkor. Hát én szeretnék elutazni, ha nem bánod. De bánja. Kivel? Gergő, hát most ismerem. Itt van, Gergő, mutatkozz be, légy szíves. Szia, Gergő vagyok. Hello. Jaj. Jenő, ne legyen ilyen szőrös szívű. A kapcsolat elején már tömlődsz be, áristomba vetnéd Valériát, ne hülyeskedj már. Ez itt most minden komoly. Ez teljesen komoly. Kapcsold be a rádiót. Nincs rádióm. Úristen. Majd lesz. Azért megy Londonba. Nincs rádiója. Nem. Azért megy Vali Londonba, hogy hozzon neki egy helyes kis rádiót. Igen. Így van, hozz neked egy rádiót. Nem hiszem, hogy elutazik. De hogy is nem, hát mondom. De a nem hiszed, hogy elutazik, az azt jelenti, hogy nem hiszed, hogy neki van kedve elutazni, vagy nem hiszed, hogy te el fogod engedni őt? Vagy nem hiszed el a történetet? Nem hiszem, hogy elutazna. De hát itt ül velem szemben a Vali, és ő most mondja, hogy szeretne elutazni. Erre neked mit kell mondani? Igen, Valikám, menjél, drága. Na, érezd jól magad. Mondd a bocsi után, tessék. Hagyj beszélgessenek ők egy kicsit. Őtől szeretném hallani. Jó. Mondjad, Vali. Hát úgy gondoltam, hogy ez egy kihagyhatatlan alkalom. És szeretnék elutazni. Jó, menj el. De ezt most jó szívvel mondtad, Jenő? Vagy nehéz szívvel? Mert úgy olyan jó lenne azt mondani, hogy Vali, menjél! Hát, én megbízom benned. Megtartom magamnak. Tessék? Megtartom magamnak. Mármint a Valit, vagy a jó kedvedet? Vagy a véleményedet? A véleményemet. Jó. Te ez a kapcsolatotokat veszélyezteti ez a döntés? Igen. Hát akkor ennyi volt. Na, Boga, te. Ne, a bunkóságot majd délután. Na, Vali, viszont ezt neked kell mérlegelned. Hogy szerinted, ugye azért hallom én is a hangjából, Jenő nem tud mondani. Jenő, komolyan. Hogy ez most egy olyan dolog itt a kapcsolat elején, hogy érdemes... Kockáztatni London, ugye nem minden nap integet. Vagy meg tudod fűzni Jenőt, tehát jobb belátásra téríteni, vagy lehet, hogy nem is ismered annyira. Szeretném megfűzni. Szeretnéd megfűzni? Igen. Hát akkor rajta. Jenő, hogyha a Vali felhívadáson kívül, akkor megfűzhető leszel? Azt hiszem, hogy be kell fejeznünk ezt a beszélgetést. Jó. Jenő, nyugodtan fejezzük be a beszélgetést. Köszönjük szépen. Szia. És Vali, akkor most tőled kérdezem, hogy most ebből mit veszel ki? Én semmi jót nem sejtek. Én sem. Na most, jó, próbáljuk meg felhívni, maradj itt, próbáljuk meg felhívni Gergőnek a párját, aki az Alexandra. Ő milyen lesz Alexandra? Ugyanilyen? Istenem, kivel jöttél te össze, te jó? Hát legalább megismeri, hát ez nem baj. Valin, nem gáz. Nem gáz, persze. Nem kár, ugye? Nyugodtan, rúg ki a francba, soha többet. Boga, bunkóságot délutára.
Ja, igen. Vagyom, fölírom, jó, délután bunkoság, oké, okay, megvan. El ne felejtsd bunkolni délután. De nem, hát nem, se jó pofa nem volt. Hát, na, hát ilyen kemény, olyan, mint hogyha ilyen 30 éve házasok lennének, és ilyen kordában tartja. De én nem tudom, de ez nem fog elmenni. Nem, te meg egy mosolygós vidám lány. Ő vidám, amúgy jenő? Igen. Ez sok hatás volt, azt hiszem. Ez egy jó teszt egyébként, mert ezt az oldalát nem ismerted eddig, igaz? Na jó, van, azt hiszem, ezt a beszélgetésbe kell fejeznünk. Hát igen, igen. Nézd, hát őt ugye belerántottuk ebbe a helyzetbe. Frappírozva volt, hogy úgy mondja. Na jó, de Alexandra, mit csinál ilyenkor, Gergő? Szerintem alszik. Alszik? Akkor csak nyugodtan csöngessük? Csöngessük, persze. Hú, hát ez nem néz ki jól. Alexandra... Hogy döntesz, hogyha Jenő kemény marad? Nem tudom. Még nem tudod, mi? Majd megpróbálok vele beszélni. Figyeld, de hát sok időtök nincs, ugye, mert indulni kell, aztán egy minél hamarabb. És azt elmondom. Egy helyen laktok? Itt laktok. Együtt laktok? De külön laktok? Összeköltöztek? Külön. Nem, még nem. Hát akkor meg mi van? Te is lakjatok egyet. Isten. Figyelj, és ha összejöttök, élete végéig ezt fogod mondogatni, hogy elmehettem volna egyszer Londonba. Igen. Ez az. Kihagyott lehet. Viszont ezzel zsarolhatod is. Az első út hova megy? Londonba veled. Te és ti együtt éltek Gergő Alexandrával? Nem. Mi se. Ti sem? De téged sem fog elengedni. Lehet. De voltál már nála? Persze. Jó, jó, de hol tartja a telefonját, amikor alszik? Hát elméletek mellette, saját maga mellett. Aha, és meddig szokott aludni önszántából? Ilyenkor szokott felkelni. Körülbelül. Lehet, hogy a kádban ül? Aha, lehet, hogy tudja, hogy te vagy azt, tehát lehet, hogy már híre ment ennek, és direkt nem veszik fel a telefont? Lehet, a tesóját látott engem a buszmagába. Aha, tehát elképzelhető, hogy a szándékosan nem veszik fel a telefont. Az is lehet. Milyen Alexandra amúgy? Elengedős? Mit gondolsz? Necces, mi? Necces. De azt mondtad, Gerbi, már két napja nem beszéltetek egymás. Körülbelül két. De veszekedés volt? Összevesztünk. Ja, hát akkor viszont most ilyenkor kell elmenni Londonba. Észre se veszi. Visszajössz. Hát akkor lehet, hogy nem is kell engedélyt kérni. Lehet. Neked azért, mert már mindegy, neked meg azért Valira, mert még mindegy. Nem tartja viccesnek a Vali a helyzetet, úgy érzem. Hát nem, igen, fogalmazza. Tudsz egy fotót mutatni a Jenőről? Nem, nincsen. Fogalmazza a Vali, hogy mit fog majd mondani. Bunkóságot délután. Délután, bunkóság délután, jó. Halló, szia Alexandra, én Bocskor Gábor vagyok, a Bumerángból, a Sláger Rádióból. Itt a Boros Lajos és Szevasz, élő adásban vagyunk, ne haragudj, hogy zavarunk. Sziasztok. Szia. Alexandra drága, nem hallgattál reggel rádiót, ugye? Nem. Most ébredtél. Az a helyzet, hogy itt ül velünk szemben a Gergő. Ismered a piros melegítőjét? Igen. Igen, az abban ül itt. Most Gergő arra vállalkozott ma reggel, mert mi Nagykanizsán vagyunk, ugye? Itt az Erzsébet téren van az üvegstúdiónk. Arra vállalkozott ma reggel, hogy... Hát, hogy is mondjam, részt vesz egy ingyenes londoni utazáson, mely ma kezdődik számára. A feltételünk az volt, hogy keres magának egy utitársat, de az ismerőse nem lehet. Itt találta meg Valériát, aki szintén itt ül velünk, és ő most ma elutazna Londonba Valériával, úgyhogy elsői jönnek vissza. Persze azért téged is megkérdezünk, hogy ugye nem nagy baj. Á, nem, végül is. De hát, de jó fej vagy! Alexandra, de apám, Gergő, igazad volt, mondtad, hogy a Vali olyan a szerelem ezzel a lányjal, hogy ebből semmi baj nem lehet, tulajdonképpen napi kapcsolatban vagytok. Így van, hát... Gergő, szólalj már meg. Szia. Nem hallottam. Alexandra. Szia. Alexandra, köszönt a Gergő. Ja, szia. Szia, édesem vagy valami ilyesmi. Igen. Persze, édesem, mit nem? Hát mióta vagytok együtt? Hát lassan egy éve. Lassan egy éve, de most volt egy kis veszekedés, nem? Igen. Kinek a hibájából? Az ő hibájából. Szerintem meg a tiéd. Szerintem meg a tiéd. Na jó, ezen a veszekedésen sokat fog segíteni az, hogy Gergő 3 napra egy szobában együtt lesz a Valériával Londonban. Menjen. Neki ezt kell? Nem kell neki, muszáj. Tehát... Így van, ez gyakorlatilag kötelező. Hát figyelj ide, ez sajnos egy ilyen játék. Majd csinálunk olyat is, amikor házaspárok mennek, de azt bogavadászatnak hívják, és később lesz. Na, Alexandra, most jól hallottam a hangodból, hogy te tulajdonképpen jó fej vagy? Hát, igyekszem. Azért, mert úgy hallottam, hogy tényleg elengeded Gergőt, tehát ezzel nincsen semmi gond. Lazább vagy, igen. Nekem. Figyelj, az előbb beszéltünk Valériának, ugye a Gergő utitársának a pasiával, aki Jenő. Ő aztán végig is letette a telefont, tehát ő teljesen berágott. Ehhez képest te tök jó fej vagy. Mert most nem nagy gáz, nem az lesz, hogy hazajön holnap után, vagy mikor... És aztán bezárt kapukkal találkozik nálad. Mert ezt nem akarnánk. Már lehet, hogy most is bezárt kapukkal találkozik. Miért? Ó, le van cserélve?
Igen, én is azt éreztem a szavaiból, hogy jó, menjen. De, mi az, az út miatt, vagy a veszekedés miatt? Hát a veszekedés miatt inkább. Gergő, hát ez, akkor ez nem mi rontottuk el. Gergő, hát mit szólsz ehhez, Gergő? Szóval segítek. És mi volt a konfliktus tárgya? Tehát mi miatt vesztetek össze? Egy hétvégű buli miatt. Na jó, hát ez nincs közünk. Hétvégi buli miatt. Ez nincs közünk, de... Ahova nem vitted előtt. Nem volt ott. Hát fogalmazhatunk így is ilyen. Hopp-hopp. Hopp, gyerekek, hopp. Ehhez nincsen közünk. Igen. Hát ebben most ne kérdezzünk bele. Itt most azt kéne tisztáznunk, hogy a Gergőt esetleg visszavárod-e még Londonból? Vagy maradjon kint? Maradjon kint. Most ez is egy olyan buli, amikor nem viszel téged, tehát ez egy olaj a tűzre. Hát ez az. Na mindegy, Alexandra, mi a szívünkbe zártunk, nem úgy, mint Jenő. Köszönjük szépen, majd Gergő föl fog nyilván hívni, mert ő ma délután indul. Aranyos vagy, köszönjük szépen. Mit hozzon neked Gergő Londonból? Hát semmit. Az van csomagolva is. Na jó, de mekkorát? Jó, Alexandra, köszönjük szépen, Gergő majd még hív téged, jó? Jó, rendben. Szia, aranyos vagy. Na, Vali, Gergő, ez kemény dió volt mind a kettő. Hát akkor két kapcsolatnak annyi. De születik egy harmadik. Ha fussatok egy-egy kört. A kérdésem egyszerű. Adáson kívül. Hogy mentek-e akkor? Alexander. Vali? Vagy Vali, meg nem meginokta? Hát én szeretnék. Mi az, hogy szeretnél? Hát ha Jenő azt mondja, hogy nem mehetsz, akkor maradsz. Gergő, mi van akkor, hogyha Vali azt mondja Jenő miatt, hogy nem megy, és te mondjuk mehetnél egyedül? Te akkor megyek egyedül. Kimennél egyedül? Persze. Én elengedném a barátomat, ha attól kell félni, hogy három nap alatt összejön mással, akkor ez a kapcsolat nem jó, üzente Kata. Így van. Szóval az előbb azt mondtam, hogy fejlemények vannak. Tényleg azt várjuk, hogy Vali letegye a telefont, a Banita széttárja a karját, mert nem tudjuk, mi van. Ugyanis döntés kell, hogy szülessen. Na most, ha Vali nem tud menni, képzeljétek el, hát maga a romantika az, ami beköltözött ide az Erzsébet térre, Nagykanizsán. Ugyanis ugye az egyik szponzorunk a KitKat. Uh-huh. És itt van két helyi hostess lány, akik itt osztogatnak csokikat, meg minden. És kiderült, hogy az egyik hostess lány valami szívesen elmenne Gergővel. De már az elejétől kezdve. Már ő újjongott, hogy úgy menne. Most neki is van pasija. Bizony. De ki valami másmilyen pasija lehet. Igen. Itt van. Szia. Szia, te ki vagy? Dobos Dia. Dia, hát még látod, hogy azon múlik, ott nézed Valit. Azon múlik, hogy ő mit beszél Jenővel. Azt még nem mondtuk, hogy hogy Vali jelezte, hogyha nem tudja meggyőzni Jenőt, akkor ő inkább visszalép. Ezt mondta. Hát nyilván. Hát igen. Akkor ez nyilván. Mert tehát, akkor te meg mennél Gergővel? Hát szívesen mennék, igen. És mit szólna hozzá a pasid? Hát nem tudom. Szerintem nem mondaná azt, hogy ne menjek. Tényleg? Ilyen jó fej? Persze. Mióta vagytok együtt? 6,5 éve. És te hány éves vagy? 22. Ó, elég korán találkoztatok. Igen, figyelj, nagy szerelem. Első pasid? Hát mondhatni, igen. Első nagy ő. Aha. Hát Vali még mindig nem tette le a telefont. Dia, én azt mondom, hogy mi volnánk annyira jó fejek, hogy akkor téged küldenénk, de ez Vali döntésén múlik. Illetve Jenőn legvégül. Illetve hát Jenőn. Na most, hogyha Vali lemondja az utat, akkor ide még visszajössz a stúdióba, megpróbáljuk felhívni a pasidat, és hogyha ő elenged, akkor mehetsz. Hé, okay. De neki munkája nem, van. Mind tőlünk is el kell kéreckednie, bocsánat? Tőletek is el kell kéreckedni. Hát nézd, egy óra van még hátra a munkádból, nem? Nem, egész héten igen. Velünk lenne. Ja, nem, csak nem, itt. Nem, te... Akkor csak itt. Te nagy kanizsai vagy, igen. Ugye? Nem, kanizsától lakok. Na mindegy, de itt... A környékben. Igen. Aha. Jó, hát ha nem, akkor pehjed van. De akkor a suliból is el kell, hogy engedjenek. Hát fel kell írni a főiskolás. Gyógytornásznak tanulok. Gyógytornásznak. Igen. Akkor várnak addig a betegek. Addig gyógyulgatnak maguktól. Jó, elkérünk majd innen-onnan, de mondom, kinézek, Vali még mindig telefonálni nővel. Drámai. Tényleg telefon. Drámai. Eszméletlen. De semmi, a Gergő sem végig dumált az egészet. Most igen, de Gergő már megnyugodott? Persze, kirúgta a csajt. Gergő, minden rendben van? Nem. Vagy ki vagy rúgva? Mondta Gergő, jó, nem, akkor rendben, ne legyen a Vali, egy szőke csajjal megyek akkor. Na jó. Jó, várjuk a fejleményeket, nem tudjuk, hogy mi lesz ebből. Vali még mindig telefonál. Dia, ha ugyanakkor, akkor várunk ide, ha nem, akkor meg legalább... Akkor. Volt egy álom, igen. És mész gerinceket ropogtatni vissza. Igen. Jó? Gyógyítod a tornászokat. Gyógytornász. Tudom. Azért. Köszi, Dia. Köszi, Dia. Szia. Dia, milyen aranyos szintén.
Így van. Na, a vonalban meg az Andi van. Szia, Andi, jó reggelt! Sziasztok, fiúk, jó reggelt! Na, mit szólsz ehhez? Nem is gondoltuk, hogy ilyen dráma lesz. Ja. Hát ez tényleg dráma. De szurkolok nekik, hogy összejöjjön az útjuk. Szívből. Téged elengedne a párod? Hát, szerintem el. Szerintem van olyan jó fej, hogy el. Igen. Remélem is. Egy pillanat, Andrea, mert most döntés születik, variáltok befejezte a beszélgetést. Banita, mi a döntés? Hát jön a variáltság. Jön be, Vali. Andi, várj egy picit. Egy pillanatra, ne haragudj. Na, mi volt a nagy beszélgetés? Nem megyek el. Nem adod a jel. Nem adod. Nem, ez a kapcsolat nekem többet ér. Nem megyek. Jó van, te jó fej vagy. Szerinted megért. Jenő azért lehetett volna egy picit toleránsabb, de te nagyon jó fej vagy. Igen, picit lehetett volna rugalmasabb, de nem szeretném elveszíteni. Mi volt a döntő érv, ami után azt mondtad, hogy na jó, akkor igen. Nem. Az, hogy szeretném megtartani mindenféleképpen. És ezt ő mondta, hogy ha engem akarsz, akkor maradsz? Ő azt mondta, hogy fordított esetben ő nem menne el. Az kit érdekel? Ügyes. De szerinted akkor megérte ezt? Na most, most nem volt rugalmas, szerinted a későbbiekben rugalmas lesz? Egyforma gondolkodásunk van amúgy. Mondjuk én fordított esetben lehet, hogy más mondtam volna, de ő így döntött, hogy nem szeretné, én nem megyek. Jó, hát okay. Nem avatkozhatunk. Nem, ezt elfogadjuk, így van, nem akarunk beavatkozni. De nagyon szépen köszönjük neked, Vali, hogy játszottál köszönjük velünk. Egy kis vigasz ajándékot azért kaptál tőlünk. Köszönjük szépen. Köszönöm én. Üdvözöljük Jenőt. Megmondom. Ciao, szevasz. Szia, szia. Andi. Közben Dia jöjjön ide, és kérem szépen, hogy Dia pasiának telefonszámát a budapesti stúdióba adjátok át, mert őt is mindjárt hívjuk. Viszont Andival játszunk addig. Itt vagy, Andi? Igen, itt vagyok. Jó. Na. Akkor megmutatjuk neked a hangot még egyszer, figyelj. Okay. Elemegy az haremmel, orvijam, úgyhogy törődök, nem torszba. Ki ő? Hát ez nagyon csak regívás a hangot. Pontosan Csepregi Éva, pólót kész bögrét vagy vekkert? Ó, bögrét kérek szépen. Bögre? Meg slágeres ajándékokat is küldünk, jó? Oké. Okay. És még egy ajándék lesz, azt majd egy hivatalos hang mondja el neked. Jó, köszönöm szépen. Ja. Köszönjük, gratulálunk, szia, szia. Köszönjük, sziasztok. Na, Dia, most már csak egy akadályt kell venni, a pasidat, ugye? Igen. Oké, mert hogy Vali ugye lemutat. És a főiskolát. És a főiskolát is fölkezd? Oda van telefonszámod? Vagy? Hát nincs. Akkor azt nem tudjuk elintézni. De hogy is? Hát hogyan? Hát kikeressük a telefont. És kitől kapok igazolást? Tőlünk az. Hát figyelj, ilyen jellegű igazolást szívesen adunk neked. Az neked elég az igazolás? Hát... Nem hogyha tudod. Az iskolának elég, akkor... A tanulmányi osztályra kell nekünk betelefonálni, igen. Igaz? Igen. Mm-hmm. Tanulmányi osztálynak kell. Pontosan melyik ez a főiskola? Zalaegerszegen. Az egészségügyi. Jó, akkor... Van itt a kéne egy telefonszámod. Így van, az Zalaegerszegi egészségügyi főiskola. Tanulmányi osztályvezető elvtárs. Jó, ezt kérjük szépen. Egy pár perc múlva jövünk vissza, és a reklám után felhívjuk Dia pasiát. Gratulálunk! Gratulálunk! Az ön nyereménye egy La Festa termóbögre, és mellé egész évre elegendő La Festa kávé és forró csoki különlegességek. Reklám! Ne feledj el megjelölni a rádiós naplóban, ön a Sláger Rádiót hallgatja. A Bumerang hallgatói biztosan megkapják nyereményeiket, mert azokat a GLS csomagszolgálat szállítja a házhoz. Északról hidegfront érkezik hazánkba, országszerte erős vagy várható, a szél viharossá fokozódik. Még szerencse, hogy itt a stúdióban egész évben jó idő van. Hála a Lambda System energia megtakarító szigetelő rendszereinek. Keresse a Lambda Igluját is az energiatakarékos építési megoldásokat a Konstrumán április 1-e és 5-e között. Lambda System, az energia megtakarító. Lambda.hu. Reklámot hallottak. Jó reggel! Nagy Kanizsáról az Erzsébet térről. 10 éves Bumeráng születésnapi mosolyturné. Bocskor Gáborral és Boros Lajossal. 9 óra, ez pontosan 8 perc múlva, Nagy Kanizsán vagyunk, és hát olyan fejlemények, amelyekre nem is számítottunk. Tehát gyorsan összefoglalva, Gergő vállalkozott arra, hogy ő elmegy ma Londonba, ha találomra egy ismeretlen utitársat Vali személyében megtalálta. Vali eljött ide vele a stúdióba, felhívtuk Vali pasiát és Gergő barátnőjét. Vali pasia nem engedte el Valit, Gergő barátnője elengedte Gergőt. Gergő utazhatott volna egyedül, de itt van Dia, aki itt csokoládét osztogatott hostessként a Sláger Rádió, illetve a Bumerang stúdiója környékén, és ő azt mondta, hogy ő szívesen elmenne Gergővel, de akár most is spontán. El kell a Diát kérni Zsolttól, a barátjától. Így van, hívjuk fel most Zsoltot először is, egy fejhallgatót adjunk a Diának, hogy ő is hallja a Zsoltot. És utána még ugye el kell kérnünk téged az Zalaegerszegi Egészségügyi Főiskoláról,
Mert hogy te ott tanulsz gyógytornászat. Harmadik évfolyamos vagy ott, igaz? Igen. Na most Zsoltán csend a telefon. 6,5 éve együtt vannak. Halló, szia Zsolt, én Bocskor Gábor vagyok, a Bumerangból, a Sláger Rádióból. Meg a Boros Lajos is élő adásban vagy. Szia Zsolt. Zsolt, van egy kérésünk, kérdésünk. A te drága barátnő Dia itt van velünk. Köszönj neki. Szia. A Dia ugye itt ma reggel a stúdión környékén csokikat osztogatott hivatalból, ezt tudod? Igen. Ezt tudod. Na most, hát az a drámai helyzet van, hogy nekünk van egy játékunk, ahol Gergő, ő egy hallgatónk szintén, egy ismeretlen utitársat kellett, hogy keressen magának, és hogyha talál, akkor ő elutazhat Londonba. Viszont az utitársa lemondta, pedig talált magának egyet, és itt most Diára esett a választás, hogyha te, mint jófej pasi rábólintasz, akkor Dia ma délután utazik Londonba 3 napra Gergővel, akinek szintén van barátnője, de együtt utaznak. És egy szobában lesznek. Nem. Na, mit szólsz? Tudjuk, hogy 6,5 éve vagytok együtt, tehát hogy ez egy nagyon kipróbált kapcsolat. Szeretne menni, akkor menjen nyugodtan. Menjen nyugodtan? Így van. Te jó fej vagy, te Zsolt! 6,5 után így lemondani egy csajra. Ez karakán. Nem. Na, Dia. Szeretlek, köszi. Hallottad, amit mondott Dia? Igen, hallottam. Szeretéged, ilyen. De ide, meg is hatódtál egy picit. Ne. Ja? Csak zavarban vagyok, ennyi. Ja, értem. Dia, de miért te mondtad azt, hogy nem? Ennyire bízol benne, Zsolt? Bocs. Igen, ennyire. Nagyon jó fej vagy. Jó. Lehet, hogy nem jól teszem, de... Biztos, hogy jól teszed. Diát nem olyannak látom, aki egy 6,5 éves kapcsolatot egy ilyen... kockáratinak. Igen. Tenne. Viszont London az egy élmény. Csak hát sajnos nem veled megy, hanem Gergővel. Hát sajnos lehet. Na jó van. Holnap reggel egyébként hívjuk Diát adásba, még el kell kérnünk őt az iskolájától is. Jó, remélem sikerre jártok ott. Nagyon jó fej vagy, Zsolt. Nagyon büszkék vagyunk rád. Hát, köszönöm. Köszi. Dia, te is szóljál még valamit. Köszi, szia. Hello. Szia, Zsolt. Szia, Zsolt. Gyorsan hívjuk fel az Egerszegi Egészségügyi Főiskolát. És ott a tanulmányi osztályt fogjuk kérni. Vagy egyből oda kapcsolunk? Tanulmányi osztályt van, apám. Ilyen nekem is kéne. Ilyen pasi? Majd kölcsön adja neked. Zelte. Hát addig itt van a pasija. Hát azért küldjük el, nem? Hogy lecsapunk a pasiára. Jó, teljes nevet kell mondani. Mert két csaj beköltözik a pasihoz addig. Keresztnévről nem ismernek a tanulmányosztályon, gondolom. Való? Ön a hívott szám 17 üzítőjét és 6-szent hallja. A Sipsz után kérem, hagyja meg nevét, telefonszámát, üzenetét, illetve a faxot kívánc üzeni. Kezdheti a fax adását. Köszönjük. Jó napot kívánok, Bocskor Gábor vagyok a Sláger Rádiótól. És Boros Lajos szintén a Bumerang című műsorból jelentkezik. És Boga János is. És azért telefonálunk, mert az egyik kedves hallgatójuk Dobos Diana, harmadik évfolyamos hallgató. 3 napra... Való, Elonhely vagyok a tanulmányi osztályról. Kezdj csókolom. Élő adásban vagyunk. Dobos Diana önöknél tanul, harmadik évfolyamos gyógytornászt. Igen. És a drága Diana egy olyan játékba keveredett velünk itt a rádióban, hogy neki ma délután sürgősen ki kéne utazni a Londonba, és el se jönne vissza. Azt mondta, hogy el kell, hogy kérjük őt. Megpróbáljuk akkor megkeresni, vagy ennek a módját akkor. Most én inkább az igazgatóságot próbálnám hívni. A helyünkben? Igen. Tessék kapcsolni akkor. Tetszik tudni kapcsolni? Sajnos ezen a telefonszámon nem lehet. Mondhatom a telefonszámot? Természetesen. Persze. 509-955. 509-955. Mi át se tudok szaladni, mivel ez a légi laktanya, és nagyon messze vagyunk egymástól. És egy körzetszámot tetszik tudni? Hát azt tudják már a kollégák. Jó. Nagyon szépen köszönjük a segítségét. Kérem. Csokolom. Dia, hogy alakul? Jó. Egyelőre jó. Jó, akkor kérjük, hogy hívjuk az igazgatóságot. Fú, de bonyolult ez, két embert elküldeni valahova. Nem pedig azt hiszem, hogy fölülök egy repülőre, viszontlátásra, nem? Vagy utólag repülőre. Az igazgatóság, ugye? Igen. Ó, ez már foglalt. Ez már foglalt. Ennyien utaznak Londonba? Nem, ennyien hallgatják. Újból hívjuk. Dia, most ha nem sikerül nekünk adásban téged elkérni, akkor ezt bevállalod azért? Be. De, jó van. Akkor az út most jön, ugye? Igen. És azt
mondja a főigazgató, hogy szó sem lehet róla, akkor is bevállalod. Nem biztos, hogy az igazgató veszi fel. Jó napot kívánok, Bocskor Gábor vagyok a Sláger Rádióból. Kezi csokolom, és Boros Lajos is itt van, és élő adásban vagyunk, de ne tessék megijedni. Ne tessék megijedni, egy kérésünk van. Igen. Van egy harmadéves hallgatójuk, Dobos Diana, ő gyógytornász lesz majd. És akkor itt egy... az biztos nem a mi hallgatónk, ugyanis mi a számviteli főiskola vagyunk. Jaj, ne tessék már vitatkozni velük. Hát nem vitatkozok, de ez az egész... közgazdászokat képzünk, ők pedig a segítségügyi főiskola hallgatója. Igen. Aha, és ahhoz nincsen telefonszáma önnek véletlenül? Hát, így kapásból nincs. Akkor elnézést a zavarásért. Viszont hallásra. Hogy megkönnyebbül. Ja. Magadnak kell elintézned. Jó elirányítottak bennünket. Többet nem tudunk, de mindenképpen mész, ugye? Megyek. Bárki hallgat minket Zalaegerszegen, és ismeri Diát, és kapcsolatban van a főiskolával, mielőtt Dia megszólalna, már intézze ezt el neki. Köszönjük előre. Dia, aranyos vagy, holnap reggel hívunk a szállodában benneteket, jó? Jó. Jó utat! Első ajándék. Hát igen, azért fogadja szeretettel a bumerang ajándékát, ezt a kiélesített kézigránátot. Kapja el gyorsan. És utána adja oda párjának. Kaptam a Topitól egy SMS-t, hogy ő felajánl egy, jól tudom, egy ilyen kiállítás, múzeum, rendezvény, valami nagyon tutira jegyeket, mert ők lemaradtak róla. A lányával, de ja, hát nem tudjuk. És nem, Londonban? Ja, Londonban, de hát nem tudjuk eljutatni, mert... Hát le kéne adni felé. Még tulajdonképpen megkaphatja a pénteki, aki Berlinbe megy. Na, holnapi lesz majd az. Nézzük, hogy miről volt szó. Tehát, ugye volt, és van egy olyan játékunk is, ez minden nap lesz most a Mosoly turnén, tehát a következő állomáson Pécsett is, és majd megyünk tovább Kalocsa, Szolnok, Eger, hogy egy hallgató, aki jelentkezik erre a játékra, elutazhat aznap egy európai nagyvárosban, feltétel, hogy egy ismeretlen embert ellenkező neműt lehetőség rá szerint tudjon beszélni, hogy elmenjen vele. Igen, menjen vele. És mi ilyenkor ugye más nem csinálunk, mint hogy elkérjük őt a párjaiktól, illetve a munkahelyükről, és hát ez nem nagyon sikerült nekünk. Gergő és Vali lettek volna az a pár, aki elutazik ma Londonba, aztán minden másképp alakult. Igen, Valit elkértük Jenőtől, aztán ez valahogy nem sikerült, és Gergőt elkértük Alexandrától, aztán az lett a helyzet, hogy már csak Diát kellett elkérnünk Zsoltitól. Ők már elindultak, tehát Gergő és Dia, és holnap reggel majd felhívjuk őket Londonban, és megkérdezzük, hogy milyen volt az első éjszaka. Illetve igen, hát az egész utazás. Na, és ez azt jelenti, hogy folytatjuk természetesen. Holnap ugye Pécsett leszünk, a Bajcsi Zsilinszky utca, Nagy Lajos Király út sarkán, ott lesz ugyanúgy, itt, ott fog állni az üvegstúdiónk. És holnap, keresem, igen, holnap ugyanezt a játékot játsszuk a pécsiekkel, holnap Berlinbe lehet elrepülni. Wow! Az nem semmi. Az nem. Jó, tehát pécsiek, készüljetek már, csalni nem lehet, és itt van egy SMS, amely, hogy is mondjam, nagyon jól jellemzi a mait. Azt mondja, sziasztok, az azért kiderült, hogy Vali és Gergő nem ismerik egymást, csak Vali nagyon jó fej, Gergő pedig bátor, üzeni Péter.